Sziasztok, én Peti vagyok, és ez itt az Elégy Zsaf. Elérkeztünk a harmadik pályáig a kihívások közül. Az őrző őrszem pályát fogom most kipróbálni végtelen nehézségen, és a jelmez pedig a klasszikus Deadpool jelmez. Na nézzük, milyen a klasszikus. Ó, itt vagyok. Na ez a klasszikus Deadpool jelmez, de mi az ott a kezembe? Egy gumicsirke. A pengék helyett gumicsirke van. Majd ezzel fogok így kardozni. Azt a mindenit. Hát ilyen az első pályán volt, hogy más fegyver volt a pengék helyett. Illetve a másodikon szerintem meg olyan fekete. De nézzétek, hogy mozog. Pont úgy mozog, ahogy kellene neki. Olyan gumis, nézzük, hogy össze-vissza rángathatom. Ha ugrok, akkor is nézzük. Ez tök vicces. De a klasszikus Deadpool jelmez ilyen volt a hasán. Ja, de kemény. Na még három ellenfél. Szedjük le. Hú, hát ez egy nehéz pálya a kihívásnál, meg amikor az aranyat is csináltam, akkor is nehezen éltem túl, de reméljük most jobban fog menni. Annyit tudok, hogy itt jönnek ki a csövekből az ellenfelek, és őket akkor így vissza lehet tartani. Csak hogyha egyszerre vagy sokan kijönnek, akkor bizony, hát akkor már mindegy, mert itt elszaladgálnak, és akkor fedezeikből majd hátulról össze-vissza lövöldöznek, hát akkor már nem lesz jó. Akkor már nem. Az elején még könnyű, amíg itt jönnek. De utána biztos hektikussá válik, úgy ahogy szokott, mennyien sokan jönnek. Jó kész. De nézzetek oda, figyeljétek, hogy mozog a csirke a hátán. Hát ez nagyon kemény ez a kis fegyver. Ó, na te hogy kerülti? Most a többi csövekben is jönnek. Na jó, annyi volt, akkor itt a vége, fussá véle. Na dobáljunk le néhány kis gránátot. Ó, gránátot, ez akna. Meg mondjuk medvecsapdát, hát ha valaki belelép, aki nem figyel annyira oda. Ennyi, mit csinál itt az ellenfél? Jó, van itt még, amit lehet dobálni, jó. Oj, ne, mi történik? Nem szabad. Hát még ezt csak nem is tudom, a harmadik kör, mi történik, már ilyen piros vagyok egyből. Nem, ez azért volt, mert csak így dobálóztam. Most már komolyodjunk meg, itt van a csirka a kezembe, komolyan kell viselkedni. Hopp, meg vagy. Hú, oda dobtak egy gránátot, ennyi. Ó, csak nem beakadt ott valaki. Meg itt is. Ja, nem, te csak fedezékbe vagy. Jó, oké, értettem. Csak nem beakadtál. Hú, jó. Hú, oké. És akkor medvecsapda még van. Dobok oda kettőt. Az ott mi mászik ott? Milyen kar van ott? Segítség! A bug! Jaj. Már ilyen kolosszus figurák is jönnek. Na jó, van akkor. Ó, de lövöldöznek közben, az nem jó. Hát az nagyon nem jó, hogy szedik lefelé az életem. Oj, na valahogy őket kellene először leszedni, ott vanni hátul. Oda elbújik, persze, most meg kimenekül onnan. Na vártuk, akkor dobok én majd valami gránátot nektek. Oda egyet. Na ez mi támadott így meg? Hogy már is csak ennyi életem van? Hát ezt nem hiszem el. Hát hogy bírnak így elbánni velem? Hogy se vagyok, hát hogy? Na várjunk, nem szabad hagyni, hogy lövöldözzenek a távolról rám. Ott van egy ellenfél, azt kellene lekapni. Gyorsan. Ne bújócskázz, az egy másik játék, ahol bújócskázni kell, de ez nem az. Nézzük, elkaptuk. Elkaptunk egyet, ott egy másik. Nem arra gondoltam, te rád gondoltam. Így. És akkor nézzük meg, hopp, nem. Hol van? Jó, már csak ennyi. Nem, még maradt egy távol. Vagy kettő. Jó, vagy megvan. Ott van a másik. Ne, hova menekülsz? Hova? Jó. De még jönnek. Ez nem jó. Na nézzük, akkor itt használjuk ezt. És csik, átmentünk mindenkin, amennyire csak lehetett, de ez a nagy kemény test megakadályozott minket a továbbmászásból. De már megint kevés az életem. Hogy lehet? Hogy lehet, hogy ezek a lőfegyveresek így leszedik? Hú, várunk egy kicsit, és leszedjük. Jó, nézzük, akna van itt. Akkor dobok egyet mondjuk ide, aki ide akar majd bújni fedezékbe, az majd meglepetést kap. Meg ide, tessék. Ötödik hullám, fú, na ez ki... Aj, hú, vigyázzat! Ajajajajaj. Mit akartok ti velem csinálni? Ne bántsatok! Hűha! Oké. Úgy látom, csak onnan jönnek. De akkor a pisztolyommal így elbánok velük. Ó, meg akar kerülni? És meg is került! Ez nem vicce, ez komolyan gondolta. Na még három van.
Ó, és megkerült. Okos. Hopp, na de te nem kaptál el. Ha! Itt mi van? Két akna? Akkor leteszem ide, hogyha ott kimászik valaki. Ó, kicsit mellé ment. Akkor oda mondjuk. Ó, 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 ó. Na nézzük csak, shotgun a nagy ellenfelek ellen. Ó, de itt kijön, kijön itt. Mit csináltok ti itt velem? Ne bántsatok. Történés, rajtad van egy segítő aura. De az nem nekem segít sajnos. Na titeket kábítjunk. És nem kábította. Úúúú, hogy hátba vágott. Hát ez szép dolog. Hát ez nem szép dolog. Nem mintha amit Deadpool csinál, az nagyon szép lenne, de ellenem van. Hogy lövöldöz? Hát, szégyen gyalázat. Oda, ahogy kellene leszedni. Ez mi volt? Ez ott, ez mi volt? Hát erről soha nem fogok beszélni, nyugi, de ez mi történt itt, nem tudom. 5 perc, 34 másodperc itt tartott, fú. Hát de láttátok, volt vagy még, szerintem, vagy 70 életem még volt, és puf, egyből el is tűnt. Fú, 125 ezer pontot sikerült szereznem. Talán ez az egyik legnehezebb pálya, ami a kihívásokat illeti, úgyhogy itt csak eddig bírtam át. Remélem, attól még tetszett ez a videó, és legközelebb pedig Magneto börtönébe fogunk ellátogatni. Találkozunk legközelebb.